magyar bronz vitézségére, és úgy tűnik, hogy össze van teljesen valahogy gyógyulva egy tűzkereszt kitüntetéssel. De ez majd csak akkor fog 100%-ig kiderülni, hogyha ha majd a tisztításon másik túl leszünk. Oldala. A kolozsvári új zsidó temetőben fekvő II. Világháborús magyar katonai tömegsírból került elő ez a kitüntetés. Hosszú engedélyeztetési folyamat után kezdődhetett meg az exhumálás, ami azért is fontos, mert a helyi zsidó hitközség el akarja adni a temetőnek azt a részét, ahol a honvédek nyugszanak. Tizenötös, oké. Rendben. Mi történik? Tulajdonképpen megpróbáljuk azt regisztrálni és nyomon követni, hogy pontosan milyen létszámú elhunyt lehet itt. Megpróbálunk ennek során elsősorban régészetben használatos módszereket használni. Ez ugye abból áll főként, hogy kutatóárkot húzunk, amivel a elhunytaknak, illetve a temetési helynek a pozícióját megpróbáljuk belőni, és utána ennek nyomán elindul az a fajta tulajdonképpeni feltárás, amivel eljutunk a csontokig. A tömegsírt a Magyar Honvédelmi Minisztérium és az Erdélyi Kutatócsoport Egyesület szakemberei közösen tárták fel. Már 7. éve ezt a úgynevezett hobbinkat üzzük. Próbálunk arra összpontosítani, hogy a magyar katonák, az elesett magyar katonák a különböző erdélyi harcterekről méltó nyughelyeken nyugodhassanak. A tömegsírban fekvő honvédek 1944 őszén a Tordai csatában haltak hősi halált. Ez a csata mintegy hónapig tartott a legnagyobb erő bevetése mindkét fél részéről, és hihetetlen véráldozattal járt, úgy a magyar-német fél, mint a szovjet-román fél részére. A magyar csapatoknak rendkívül nagy veszteségei voltak, ez alatt az egy hónapos időtartam alatt több mint 2500 embert veszített csak a nagyváradi 25. gyaloghadosztály. Az itt eltemetett katonák többsége a kolozsvári 9-es számú helyőrségi kórházban, vagy a 7-es tábori kórházban hunyt el. Az elesett katonáknak a földi maradványai láthatók itt előttem, mögöttem. Kolozsvárra több mint 450 embert temettek el 1944 őszén, és egy részüket a házsongárdi temetőnek az úgynevezett hősi parcellájába, ahova már az első világháborúban is temettek, és amikor már nem nagyon volt hely, akkor a szeptember végén és október legelején pedig ide, ahol most állunk, a kolozsvári Tordai úti úgynevezett új zsidó temetőbe. A maradványok azonosítása rendkívül nehéz feladat volt. Iszonyat mocskos, agyagos állagú a föld, ami ugye rátapad a csontokra. Ezeket le kell tisztítani egyrészt, másrészt gyors antropológiai vizsgálatot tudunk rajtuk elvégezni. Ez jelen esetben sajnos arra korlátozódik, hogy esetleges sérüléseket, töréseket, amputációkat, amikre van már példa, azokat be tudjuk azonosítani, illetve természetesen mindenről feljegyzés készül. Valami fénylik, nem tudom mi az, meg lehet, hogy üveg, de ott is, bennék is. Üveg? Igen. Vagy fiola? Ampulla? Most már több mint 30 katonát sikerült feltárni. A személy szerinti azonosításuk az váltakozó sikerrel folyik, hiszen egyrészt nem rendelkeztünk egészen pontos, méterre behatárolható sírhelyvázlatokkal, másrészt pedig nem nagyon, vagy csak részlegesen találunk a katonáknál azonossági jegytokot, amelyik a legfontosabb tárgy, sírmelléklet, amely alapján mi tájékozódni tudunk. Végül 90 magyar katona földi maradványai kerültek elő, de közülük a szakembereknek csak 6 embert sikerült azonosítaniuk. Románia területén ez volt az első komolyabb méretű exhumálás, amelynek során II. Világháborúban elesett magyar honvédek maradványait tárták fel. Mindannyiunknak katona ősei vannak, és mint katona ősök, leszármazottai tiszteletben és tiszteletben kell tartjuk ezeknek az embereknek az emlékét, és ápolnunk kell, és megtanítani a jövő generációkat mindarra, amiket az utóbbi 50 évben sajnos elmullasztottak megtanítani. A harcokban elesett magyar hősöket a közeljövőben Székelyhódos térségében megvalósuló központi magyar katonai gyűjtő temetőben helyezik majd végső nyugalomra.